Szombaton este a 27. mérnökbálon választották meg és tüntették ki a 2017-es év mérnökét. Az elismerést Katona Emil építőmérnök és környezetvédelmi szakmérnök kapta. Köszöntöm a stúdióban a nap emberét, és egyúttal engedje meg, hogy kollégáim nevében is szívből gratuláljak. Nagyon szépen köszönöm. Meglepődött, hogy fogadta az elismerést? Mindenképpen meglepetés volt, így van. Magam sem gondoltam, hogy a mérnöktársak ilyen módon gondolják, illetve, hogy mondjam, tisztelik az eredményt, amit én és kollégáim elértünk. A bálon a méltatásban elhangzott, hogy országos jelentőségű a vízgazdálkodási létesítmények tervezését, irányítását végzi. Ez egy eléggé tág fogalom és egy eléggé tág terület, ha egy picit pontosítanunk kéne. Miket tart a legjelentősebbeknek ezek közül? Uniós kötelezettsége az országnak, hogy az árvízi kockázat kezelést, illetve az ahhoz kapcsolódó jogszabályokat harmonizálja az unió törekvéseivel. Ezzel kapcsolatban két ütemben sikerült részt vennem, hangsúlyozom, nagyon-nagyon szerencsés körülmények között, tekintve, hogy ilyen jellegű feladatokat egy mérnök életében egyszer, talán kétszer, hogyha tud végezni, tekintve a nagyságrendjénél. Konkrétan arról szóltak ezek a projektek, hogy a magyar árvízi kockázatot olyan módon fölmérni, modellezni, egyes árvízvédelmi öblözetekre lebontva kidolgozni, amelyek tényleg hosszú évekre előre meghatározzák ezen védelmi munkálatoknak, illetve előkészítési munkálatoknak az irányát. Itt a Tisza mentén? Is, tehát ez az egész országra szólt, tehát Dunai vízgyűjtő, Magyarország, tehát 93 ezer négyzetkilométer. Ez egy szép munka, és ha mindezt figyelembe vesszük, illetve azokat a munkákat is, amelyekben ön részt vett, illetve azoknak az eredményét is, akkor ma mit mondhatunk mérnöki szemmel, mérnöki fejjel, hol tart ma az árvízi védbiztonság Magyarországon? Van mire büszkék lennünk? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen, nem is feltétlen arra, hogy ezeket a részben kötelező feladatokat sikerült kellő alapossággal, úgy gondolom kellő szakmaisággal elkészítenünk, amire igazán büszkék lehetünk, én úgy hiszem, azokra a szakemberekre, akik ezt a munkát hosszú évtizedek óta végzik, és remélhetőleg végezni is fogják, olyan szakmai színvonalon, amely úgy gondolom kimagasló a térségben. De hát ehhez kellenek olyan szakemberek is, úgymond a háttérben, gondolok itt a mérnök társadalomra például, akik az árvízvédelmi töltéseket, vagy éppen a vésztározókat, zsilipeket, hagyd ne soroljam, több tucatot lehetne felsorolni most, akik ezeket megtervezik, és amit az önök munkája alapján majd a szakemberek kiviteleznek, és üzemeltetnek utána. Természetesen, és én úgy hiszem, ugye, hogy itt ugyan szakemberekről beszélünk, de ők nem a szakmájukat gyakorló, hanem hivatásukat gyakorló szakemberek. Mérnök bálon ön is ott volt jó néhány társával együtt. Vannak fiatalok is? Vannak, de lehetnének többen. Úgy a szűkebben vett vízügyi ágazat is nagyon várja, úgy hiszem, a képzett szakembereket, de alapvetően a mérnök társadalom is. Tehát akkor az utánpótlás képzésre továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Abszolút. És ha most ezt a beszélgetést egy fiatal hallja, akkor mivel tudná kapacitálni, hogy miért érdemes mérnöknek tanulni, miért érdemes mérnöknek menni? Úgy hiszem, hogy nagyon kevés olyan hivatás van, amely olyan lehetőséget biztosít a saját gondolatok megvalósítására, mint esetleg egy mérnöki tevékenység a maga tervezési, kivitelezési, fenntartási munkálatait együtt. Értve. Tehát ki tud teljesedni az ember? Abszolút. Nyilván jogszabály és egyéb mindenféle előírást, szabványokat figyelembe véve. Kénytelen. Ezeket sajnos kénytelen figyelembe venni a tevékenysége során. Ugye itt árvízvédelmi és egyéb szempontból már megállapítottuk, hogy azért Magyarországnak nincs szégyenkezni valója, sőt, de a mérnök társadalom is megállja a helyét európai összehasonlításban, viszonylatban? Sok összehasonlítást olvasni egyébként különböző fórumok a médiákban arról, hogy milyen módon csökken
a hazai felsőoktatás színvonala. Mi ezt azért, ha érezzük is nagyon áttételesen, én úgy gondolom, hogy még olyan szakemberek, olyan igazi tanárok találhatók a műszaki felsőoktatásban, akik tudására nyugodtan alapozhatnak a felnövekvő műszaki kollégák. Mindezt örömmel hallva, még egyszer gratulálva és további sok sikert a pályán. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.